I'm waking up in Bordeaux, for Christ's sake! Obviously the DTs hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with it. Oh, like the fucking spring! Legalábbis remélem. Most egy csávót fölvettem, amit a metrónál, és hát nincs semmi más küldetés, csak az a PMS, amit viszont Kingom nincs, mikor kéne megcsinálni. Szóval mással nem tudok tovább jutni, most megtaláltam ezt az emberkét. És akkor most fogom megoldani ezt a dolgot. Pick up mail, what the fuck. Jó, hogy ez ennyi volt. Értem, pick up. You don't need to worry about those guys no more. Ez aztán egy konkrét küldetés volt. Most három meccset, hogy nem voltam ugyan a küldetés, mert az who knows what I did when I was at the sauce? You'll be okay, just chill out. Yeah, you're right. Just chill out. Maybe. Just wandering with all my nerves. That's not what I meant, friend. Hogy mondjam, eddig volt az az időszak, hogy baromira nem kéne gépezni. Mert eddig jó idő van, kín van, mindenki biciklizik, játszik, szórakozik. Hello, 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 hello. Nem. Tehát eddig lenne az az időszak, amíg ténylegesen senki nem is játszik. És ezután jönne az az időszak, hogy mindenki ott belül, mert esik az eső, meg szarság van. Szóval elméletben nézve most kellene egy halom küldetésnek. Vannak küldetésnek, egy halom játék időnek lenni, és hát nekem nem hiszem, hogy több lesz. Na most megint 8 órakor valami van már, ez hihetetlen. Nem értem én ezt az egészet. Tudaj, 8-kor. Nem értem én ezt a játékot, most a legtöbb küldetés ilyen üzélet, mi a szar, időre menős, legalábbis dátumhoz kötött. Nem azt mondom, hogy ez nem jó, csak baromira a gameplay Roman's cousin, it's good to see you again. Probléma, tehát itt it's nem Nico, lehet tőle gameplayt venni. Ó, micsoda irányítás, nem tudom irányítani. Ja, hát miután nem tudok jobbat, lecsekkelem azt a pár e-mailt, amit eddig kaptam ebbe a játékban. Aztán utána majd, nem tudom, meg vagyok feladva egy kicsit, vagy fingom sincs. Amúgy tényleg nincs valami nagy idő. Nagyon jó idő. Hű, ez aztán baró. Living crap jobs. Jobs, jó, mindegy. Ebben mi volt? Ebben voltak ezek a szarok, ebben itt volt ez a szar.com. Hát ez már annyira nem szar.com, jó kis oldal. Okés. A román az thanks, low, nem érdekel. Jó, ez se érdekel. Home. Ez a finló szar. Hát ez aztán konkrét egy nő. Jó, szerintem erről ennyit, ezt így el is felejthetjük a e-mailezést. Hát többször már megpróbáltam azt a... Akarodja! Többször megpróbáltam azt a PM küldetést, most megjavítom a kocsimat. És... Reménykedjetek, hogy valami lesz, mert ha nem lesz semmi, akkor ez a videó egy ilyen 5 perces, megcsináltam egy küldetést, majdnem. És ennyi. Ez valami vicces. Az a baj, hogy elakadtam, mert nem dob semmi küldit. Meg megcsinálnám, nem tudom hány százaléknál járok a játékba.
nem azt mondom, hogy nem tudnám ott nézni, csak nem tudom, hogy hol járok most. Na nézzük akkor valami hasonlót, stats. Game progress 34,99%, mission pressed, 19 failed mission, az konkrét, mission 5 emped, hát az a kettőjük összege, ne görgessé, buzi gyerek, aktuális lóvé, bla 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 bla. Roman likes, az jó fasza. Ezek, hogy most ki mennyire tetszik, faszomat érdekel. De az a lényeg, hogy 34,99% kombon a játék kiakasztva, ami elég szégyen, tehát azért 22 rész volt eddig, ez az talán a 23. És hát talán, mert hogyha nincs befejezés, akkor lehet, hogy nem töltünk fel. Egy, tehát majd később mondom, mindegy, mert most nem érdekes. Az a lényeg, hogy 22 rész azért az azt jelenti, hogy 34%, tehát tegyük az egy harmadának, ami azt jelenti, hogy akkor körülbelül olyan 60 rész alatt lehet felvenni ezt az egész játékot, hogyha mondjuk belegondolva nem bambázok és csak a jó küldiket veszem fel, akkor már nem ekkora ez a szám, de mindegy, majd kiderül, nem tudom. Nem akarok én azért olyan baromi sokáig ezzel játszani, illetve nem azt mondom, hogy szar a játék, csak jó lenne már túl lenni rajta, és ezt utálom, meg elvitte az ajtóm a rohadt piros. És itt meg ezt írja. Need very excited before meeting. A meeting az nem a valami meghallgatásos dolog, szóval ezt a küldit valami meghallgatás után kéne tudni megcsinálni. A büdös meghallgatás meg fingom nincs mikor volt, illetve pontosan, hogy elkéstem róla, vagy mit tudjam én. Szóval volt itt ez a lószar. Intervive 8 órakor lesz. Akkor viszont baromira bele kéne húzni, mert az Intervive nem máshol, mint itt van. Jó, most bejelölt azt a kurva shopot, de ha tényleg 8 órakor Intervive-olunk, akkor viszont kibaszatunk, oda kéne érni. Na, szóval beletaposok, old school zenét minden elváltok. Na, ez még jobb. Elég régi. Tudom beledrakni az új zenéket. Nem tudom, de valami 1116 vagy 1160 zene van benne. Figyelj, végül is YouTube észre nem vett Erzsik, hogy mindig fut a háttérben. Szóval vicces. Persze a játéknak a izéjét, a rohadt zenéjét, azt rögtön kiszúrta. Hogy harmadik kifejtő számozókkal dolgok. Úgy érdekel, na mindegy, az az érzésem, hogy tüsszenteni fogok. Úgy nagyon. Ah, megpróbálok visszafogni. Jézus Mária. Ah, sikerült szerintem. Múlik a hatása, csak baromira be vagyok vizé, be van dugulva az orrom, azt nem tudok beszélni semmi. Olyan nagy az a híd, ami hihetetlenül széles. Na, mondjuk még egy autópont elfér rajta a driftelgetve. Szuper. Ezt utálom, hogy feljövök a kurva hídra is, nincs rajta egy kurva kocsi sem. Aztán majd utána kialakulnak ilyen dugók, aztán jönnek belőle a problémák, aztán én kékkerékreállva átmegyek itt minden. Ne boruljál már fel. Hú, majd meg. Nem férek el, menj már odébb. Szorizza, engedjél el! És a timing, az hülyeség volt, amit mondtam, félig el mondtam, mindig. Na, szóval 4 óra van, az azt jelenti, hogy mind rohadtul, de hogy a faszomba kereszteltünk a pina. Rohadtul nem nincs idő, benne a dolog.
hogy le kell cserélni a kocsit. Hát, erről ennyit. Ezt már megtoltam. Hát ez akkor is jó kocsi, szóval úgyis ellopom, tök mindegy. Na, törjed már be, azt húzzál innen. Azok ott dumálgatnak, itt van valami bank vagy. Nehogy már elváltsod a rádiómat, a szar. Most megérkeztünk a Destination Pointhoz. Viszont én nem oda jöttem, én ide jöttem, Interwife, azaz interjúra. Nagyon fullos a kocsi. Az a baj, hogy 4 óra 55 van, és azt majd 8-kor kéne megnézni, hogy mi lesz az interjúval. Szakadjon egy kalapszar a nyakukba, hogy így megcsinálták. Ne félj, én is megszivatnám amúgy a játékosokat, mindegy. Nem jó szándékból, nehogy azt így. Vagy nem rossz szándékból, na. Báh, jó van, mindegy. Ma úgyis elbasszarintottam, szóval mindegy. Nem azért csak. Én is majd fogom mostanság folytatni a... csinálgatni a... azt, igen. Nem tudom, miről akartam beszélni. Kézzel olyan repedéseket ütök a idegre, beszarsz. Vasrúd ilyenre nem képes, de én kézzel megcsinálom. Szóval, a izéről akartam mondani, azt akartam mondani, hogy jó. A sampos RPG-nek a cuccát fogom megcsinálni. Na, hát pont erre vártam, hogyha inni vagy valami dárthoz, szarra hívjál, én nem. Sorry, cousin. Most dolgozom, pizd meg. Ne diszlájkoljam, mert nyomorult vagy. De remélem az nem számít, hogy ki lájkol meg, ki nem, mert engem nem érdekel ezek a hülyeségek, hogy menjek el vele dárthozni, meg izé. Tök felesleges. Na, szerintem most itt kihagyom azt a részt, amíg még várok 5 percet. Nem, amúgy már csak 3 perc, 2 perc, akkor már nem hagyom ki azért a 2 percért, kár kihagyni ezt a hülyeséget, meg na, mégis. De várjál, már nincs öpkendőm se most itt épp közelben, ahhoz meg már nem akarok elmenni. Szóval azt kihagyom akkor, amit a zsebkendőzés. Nézd meg, hátrafordultam, eltűnt az összes üvegtörés. Nekem nem mondja senki, hogy nem voltam itt időben az interjúra, az konkrétan meg. Rom. Menü, rohadt szar, today. De nem mondod, ez a holnapra szól? Rohadt anyádat. Én itt húzom az időt, és egy nappal későbbre szól. Most mindjárt kiderül, hogy egy nappal későbbre szól-e. De tuti, mert a today-a ma, a Saturday-a meg a másik. Vagy Thursday, mit tudja, mert nem tudok, hogy hagyjatok békén. Na, szóval, nem tudom, faszom. Nem tudom, hogy ez mire jó. Szétszerem az egészet, öcsém. Nem baj, ha holnapra szól, akkor elmegyek kocsit festetni, az pontosan 1 óra időugrás. Az, ha az megvan, akkor szupi. Interwife. Jól elbasztam. Szerintem az biztos, hogy holnapra szól, szóval már most elmehetnék a pipi. Nem mondod, még várni kell rá 2 percet. Amúgy nem pontosan 2 perc, vagy de pontosan 2 perc, pont azért pontos. Na mindegy. Hova mászkálsz már? Ezt a kurva kukát lök már le. Mondom, lökjed már le. Ez egy nyomorult, nem tud befordulni. Csak fogok tüsszenteni, ez hihetetlen. Húha.
Nem fogok. Hagyjál már meg! Jaj, baszki! Nem tudok neki futni! Tényleg ki kell fújni az orrom. Na, egyre lejjebb jön, Oh, igen, leesik. Jó. Olcsó játék, hülye gyerekeknek. Hát de nem mondod, csak megforgatta. Ez hülye. Kussoljál már, kikérdezett nyomorult. Botgeci mindjárt. Felrúglak. Úgy beszélsz, mint valami robotgeci. Meg úgy sikítozol, mint egy hülye picsa. Hát szerintem ez többet megy visszafelé, mint előre. Nézd meg, látod? Többet tudom visszalökni, mint előre. Kibaszott anyádat, de mi a fasz van? És közben 7 óra 43, szóval ez az interjú mindjárt elméletben elkezdődik, gyakorlatban meg úgyis holnap lesz. Szóval mindegy. Nem akarok belelőni, mert akkor meg ha elkezdenek körözni, akkor tényleg interjúnak annyi. Isten áldja meg, hát már mindjárt leesik, ne toljad vissza. Figyelj, 8 órára le tudom lökni, már mint a játékban 8 órára. Na, lejött, jaj, de jó, és nem mondod, hogy feláll. Tudom magam előtt, mint egy hornyó. Toljuk már ki az útra, mit csinálnak a kocsisok, szerintem úgy belemennek, mint a szart. Olcsó játék, marci módra, na. Gyerünk már. Hát de ez hülye, ez rááll, baszki, nem tolja el. De, eltolja, csak ne lépj rá. Állj, nem most fog rá lépni. Nem lép rá. Nagyon jó. Takarodjál már, nem látod, hogy itt egy kuka. Simán rámegy a hülye gyerek, bazd meg. Úgy eltolta, mint a büdös szart. Holy fuck, az érdekes. Elütt, bazd meg! Túlja faszt a kasztélyre. Anyját kussolj. Szerintem elért a 8 óra. Jaj, picit tovább is tartott. Hát akkor most egy vágás következik, és akkor szépen folytatom innen 8 óra. Egy nap múlva. Na csöztük. Illetve nem csöztök, mert folytatom. Üdvözlök. Nem üdvözlök én aztán senkit. Mert most ez nem új videó, hanem folytatom akkor tovább. Ugye itt vagyok egy új autóban. Lecseréltem a kocsit, mert menet közül szaladtam a másikat, meg mire lefestettem. Hagyjuk, mindegy, az a lényeg, hogy ezt megtaláltam és ezt tetszett. Szóval itt az új autóm, amelyben már zenét hallgatottam, mert már nem tudtam mit csinálni. Most járok éppen 7 óra 18-kor, pontosan az a napon, amikor... Mi a szar? Nem mondod, hogy eltelt egy egész nap, és nem vette észre, hogy el... Jézus Mária! Eltelt legalább 19 óra a játékból, de egyszerűen nem lépett tovább. Ember! Még mindig azt hiszi, hogy tudály van. Jó, tudom, today nekem mondani, de... De hát a jó édes malac persejét neki, hát rohadjon már meg. Na jó, mindegy. Az az érzésem, hogy akkor...
nyilván megakar a sorozat, és akkor ezt majd, ha be tudom fejezni, akkor majd befejezem. Minden esetre akkor most hazakocsikázom. Vagy hogyha van valakinek valamilyen olyan érdekes dolga, amit el tudnám mondani ezzel kapcsolatban, hogy most itt miért tapadtam le, vagy mi történt, vagy mit kellene csinálni, vagy valakit fel kéne hívnom, vagy mit csináljak, tud hasznos tippeket, ötleteket adni. Ennek miért a féklámpája villog előttem? Na mindegy. Szívesen meghallgatnám, illetve kommentben, persze, mert más üzenési formát nem tudtok alkalmazni. Hát végnek. Nem azért, mert én nem szeretném, hanem mert ez így tökéletes. Szóval, az a lényeg, hogy ha bárki tud, hogy tudja, hogy mit kellene csinálnom, és ilyesmi, vagy most mi van, akkor nyugodtan írja meg kommentben. Viszont, hogyha rájövök, akkor mindenképpen ugye értelemszerűen egy újabb rész fog felkerülni. Akkor ezt én most így feltöltöm ilyen... Hát egy teljes értékű részként. Legalább autókázom benne. Viszom az időt egy kicsit. Bár mondjuk ez nem biztos, hogy kevés is. Szóval... Aki tud segíteni, az legalábbis tudja, hogy mit kell csinálni, az majd írja már meg, kösz. Aztán hazakocsikázom még. Itt is van egy házam, de jó tudni, hogy ezt meg kéne venni, vagy mi van már. Tök frankó ez a kocsi, ez nekem nagyon tetszik. Főleg ez a narancssárga cuccos. Oh yeah! Neki szaladtam a csajnak, azt erre feldob a házba. Ha azt az ordas nagybágot! Nem mondod, hogy ez ilyen szar lesz. Nem akarok én semmit csinálni. Várjál, itt mi van? Semmi az ég egyet a világon. Kaptam egy gigabaszott nagy házat, és nincs benne semmi. Jó, hát akkor köszönöm a figyelmet. Majd a legközelebbi videóban megpróbálom folytatni.